You can be the Dub King. Első Counter-Strike 1.6 trükkök érdekességek nevű videó. Jó szórakozás hozzá! No, akkor kezdjük is szerintem az Assault pályával. Jó. Na most lehet, hogy sokan tudják, lehet, hogy nem, én megmutatom, hogy a C10 pontban lévő kocsiban, hogyha ezeket megnyomjuk, tehát lebetűvel, akkor láthatjuk az ilyen térfigyelő kamerákat. Hogy amit ők látnak. Ezzel a gombbal ugye a belső terről is a gyárrészt, és ezzel is csak a másik irányból. Aztán... most innen leugrok. A kocsira. Van itt ez a kis műhold. Ezt... nem tudom, hogy ez hasznos-e, de... föl lehet robbantani. Így. És akkor én most így felrom. Kirepültek az ilyen vezetékek. Jelenik a kamerákat. Jó, még mindig Assault-on vagyunk, csak terrorban. Most azt mutatom meg, hogy hol érdemes a terroristáknak kempelni. Most a legelső fajta, az első számú kempelési módszer. Okay, I'm sorry, I'll go back. Most miért ugrátok? Nincs vagy? I'm sorry, okay, I'm going. Már ha betúszunk, így maradnak egy helyben, akkor ugrátok rá a fejükre. És akkor... meg lehet lepni a counter-terroristokat. Aztán, ez egy érdekesség, ugye itt vannak ezek a kis képernyők közel, és ugyanúgy lehet nézni a kamerákat, mint ahogy CT-nél a kocsiból. Ez ezt mutatja, ez ezt. Please don't kill me. Meg foglak megölni már, nyugi. Szóval valahogy... please don't kill valahogy me. Nem így. Okay, I'm sorry. Oh, no! Hú, de tudnak. I'm sorry, I'll go back. Nézd bocsánat. Az egy isten volt szerintem. És nem tudom eltalálni szerencsét. Az konkrét. Tehát akkor ez volt most a terroristáknál egy pár érdekesség. Akkor megyünk is tovább mindjárt. Jó, ezt nem lehet megbontani. Akkor megyünk tovább. Rendben, most itt vagyunk Jay Office-on, terrorban, és egy kisebb érdekességet fogok nektek bemutatni. Ha ide jövünk ebben is kamerába, és megtekintjük itt a falat, ilyen aprány, egy nagy aprány, apró halvány vonalakat vettünk észre. Nos, ezek nem véletlenül vannak itt. Két
kitörjük a falat, akkor egy ilyen kis cuki állatkáról kapok egy képet, meg még a készítőről, meg a textúráról kapok egy kis információt. Ez csak egy ilyen kis érdekesség. Még egy érdekesség, nem tudom, azon a pályán, hogy lehet előtni vagy előni az időt. Valahogy így. Amíg ki nem fiatálod. És akkor még egy érdekesség, ami mindegyik pályán működik. Hogy ha változhatod a játékodnak a nehézségi szintjét, akkor a botoknak is más nevük lesz. Mondjuk most nézzük meg Easy-n, milyen nevük van a botjaimnak. Láthatjuk. Irving, Fergus, Sörny, Cecil, Alan, Martin. Tehát ilyen hétköznapi nevek. Na most, hogyha megnézzük a normált, akkor azt vehetjük észre, hogy a nevük már egy kicsit azért ilyen keményebb vagyok haver. Doug, Rick, Jeff, ezek mondjuk ilyen. Meg Gary, ilyenek. Akkor most a hardot kiadjom, az expertet nézzük meg. Kárt, Maddox, Quaid, Stone, Zack, Wolf, Moe, hát ezek ilyen keményebb nevek. Phoenix, Gunner, Crusher, Shark. Azért is érezhetjük, hogy Mára ennyi, de hamarosan újra jövünk egy ilyen típusú videóban. Sziasztok!